opera színpadon nem megszokott hangszereket hangolnak, és a kulisszákban, az öltözőkben sem a megszokott művészek készülődnek izgatottan az Erkel Színházban. Gyani. A dél-koreai Tegu operatársulata tart ma előadást az Erkel Színházban. A szólisták és a csaknem 35 fős csapat, köztük a rendező, az asszisztens, az ügyelő, az öltöztetők egész délelőtt az esti előadásra készültek. Az Erkel Színház dolgozói maximálisan kiszolgáltak minket. Nagyon kényelmesen tudtunk készülni, próbálni. Bízom benne, hogy remekül sikerül majd az előadás. Ahogy a mi társulatunk januárban a Bánkbánt adta elő a Tegui Színházban az ő kórusuk és zenekaruk közreműködésével, most fordított felállásban játsszák ők az Immortal Love című koreai operát. Van bennem némi feszültség, de inkább örömmel, izgatottan várom az estét. A külföldi turnékon én mindig is inkább olaszul, németül, franciául szoktam énekelni, de most, hogy az anyanyelvemen koreaiul énekelhetek egy koreai operát, nagyon büszke vagyok. Nem csak a tartalom, hanem a ruhák és a zenék is tükrözik a koreai kultúrát. Hagyományos koreai szépségeket mutat be ez a darab. A kortárs koreai darab egy romantikus szerelmi történet, melyet egy a 90-es években feltárt koreai régészeti lelet ihletett. Az operánk egy 300 éves igazi történeten alapul. Az asszony levágta korán elhunyt férjének a haját, és cipőt készített belőle, amit aztán beletett a koporsóba más tárgyakkal együtt. Ezt a leletet tárták fel a 90-es években. A sírban egy levelet is találtak, melyet a fiatal özvegyasszony írt elhunyt férjéhez, a síron túl is tartó, sőt életeken átívelő szerelemről. A műben, mintha ennek a szerelmes párnak az élete elevenedne meg, kiderül, honnan ered ez a mély szerelem, és hogy miért kellett fiatalon meghalnia a férje. Magyarországon még sosem lépett fel koreai operatársulat koreai operával, így érthető a nagy érdeklődés. Az Erkel Színház nézőtere hamar megtelik. A koreai és a magyar ügyelő pedig színpadra hívja a szereplőket. Indulhat be a zenekar, indulhat be a zenekar! A mennyei kertben virágzik a földi emberek számára elérhetetlen trombita virág, melyből az egyik nimfa, Jani, leszakít egyet és a földre menekül vele. A mennyei kertész, Pálmok szura ezért, és mert reménytelenül vágyakozik Jani után, égtelen haragra gerjed. Eközben a földön egy szerzetes jóslatot intéz egy apához. Fia, Jung T. fiatalon meg fog halni, ha nem írtja ki az összes trombita virágot a kertjéből, és nem talál neki egy csúnya feleséget. A közönség soraiban a magyar opera rajongókon kívül sok itt élő koreai is megfordul. Számukra igazi ajándék, hogy a saját kultúrájukkal itt is találkozhatnak. Az apa hiába próbálja megóvni fiát a jóslattól, a fiú Jung T. egy vadászat közben meglátja a földön immár emberi alakot öltött szépséges Jánit, akibe azonnal beleszeret, és aki szerelme zálogául trombita virágot ad neki. A fiatalok sorsa megpecsételődik. A szülők minden szervezkedése ellenére egymáséi lesznek, összeházasodnak, ám a mennyei kertész Pálmok szura leszáll a földre és megátkozza őket, amiért Jani ellopta a mennyei trombita virágot. A férj szerelme karjaiban hal meg. Az előadás után a szereplők a nézők között áthaladva is bezsebelhették az elismerő tapsokat.
Majd a koreai nagykövet, a Tegui Színház igazgatója és Ókovács Szilveszter is köszöntötte őket. Nagyon messze élünk egymástól földrajzilag. A zenében a szomorúság, a vidámság, a boldogság vagy a tragédia az nagyon hasonló módon kifejezhető. A nagy sikerű együttműködésnek valószínűleg folytatása is lesz. Hasonló szisztémájú kiruccanást szerintem lezsíroztunk, tehát 21 őszén majd megint néhány szólamvezetővel, néhány énekkari művésszel, akik a betanításban segítenek, elmegyünk majd oda, és még nem tudom pontosan micsodát, de a 21 ősze az biztos.